Ezt tudjuk látni lóhágról, illetve gyalogossal. Ez a legnagyobb fokú bizalom a ló részéről, ugyanis ő egy préda állat, és ha ilyenkor fekszik, a legkiszolgáltatottabb. Ha ezt megcsinálja nekünk egy ló, igen nagy bizalommal van már iránk. Ennyi lett volna egy kis ízelítő magáról a ló és a lovas összedolgozásáról, a ló kiképzéséről, a lovon fajó, lovon való harcmódorhoz, fegyverekhez, hogyan kell viszonyulni.